Társadalmi. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elkezdenénk a kis műsorunkat, ami meglepetés ismét, mint mostanában többször. Remélem, hogy mindenkinek tetszeni. Tehát megkérlek, hogy mind hátra. Adóra és eboltásra. Vagy? Na még mire?
a kisebbség sorsára. De ha mindet felsorolnám, véget se érne nálam. Ha bóhul, neki is a lapátja, és a fűnyírót maga használja. A viccet érti, s reméljük tartalma nem sérti. A hivatalában szigorú, a rendeletet betartatja, erősíti a biztonságot. No, mert ő is szeretne megélni a városunkban egy élhetőbb, jobb világot. Ha a nyugdíjas klubba hozzánk eljön, a szíve csupa öröm, velünk járja a táncot, és élvezi a vidámságot. Most pedig jöjjenek, kik előadják a többi tréfát. Nagy tapsal biztassuk őket, hogy meg ne unják a mókát. De előtte még hallgassuk meg klubunk vezetőjének, Angi néninek mondani valóját. Hosszátok kell szólnom. Az életben mindennek megvan a maga helye, ideje. Fontossága, szerepe. A munkának, a pihenésnek, a beszédnek, a hallgatásnak. A rendnek és a rendetlenségnek, a szeretetnek, meg a szigornak, a jókedvnek, szomorkodásnak, a tréfának, meg a komoly beszédnek, sírásnak, nevetésnek, és sorolhatnám vég nélkül. Egy közös csoport életének fontos jele, hogy a napi tennivalók gondok mellett igényt tart kikapcsolódásra, kis vidámságra, örömre. És ennek most hangozó szerda előtt van itt az ideje. Néhány bölcs gondolat mutasson irányt mai szórakozásunkhoz. Azt mondja az egyik, egy deka öröm többet ér, mint egy kiló szomorúság. Ugye ezt mindegy érzi. A tréfa olyan, mint a só, csak kellő mértékkel szabad alkalmazni. Az öröm fontos szociális tényező, megkétszerezi erőinket, teljesítő képességünket, lendületet ad akaratunknak és alkotókedvünknek. Az öröm jóságra, emberbaráti szeretetre, szolgálatkészségre hangol, közelebb hozza egymáshoz az embereket. Végül a nevetés jó vért csinál, tehát nem csak a bor, a nevetés is. Hát kedves jó bohócom, Sándorkám, légy szíves, szólj neki, hogyha nem hallanám. Korán vagyok? Hát kedves jó bohócom, a porondot átadom. Mindenkinek további jó szórakozást kívánok. Thank you.
tiszta szívemből. Igen, nagy szeretettel köszöntöm a kedves közösséget. Engedjék meg, hogy bemutassam innen, onnan ezt a sok szép asszonyt. Mi vagyunk a lajosi dalos ajkúak. Köszönjük Mizsei Sándornak, hogy eljött közénk, és végig kíséri a sok-sok strófát. Száz forintnak 50 a fele, újruhára nem költöm, persze
kellemes jelenetek. Elsőként hallgassuk meg Móczó Jánosné Panika néni és Kalibóda Istvánné Viktus néni, kik a Juliska Mariska című tréfás jelenetet adják elő. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem a névnapjukat ünneplő Juliannákat, Juliskákat. Így hát tessék, Mariska, Juliska, akkor várjuk a jelenetet. Jó napot, Mariska! Adj Isten, Juliska, hogy szolgál az egészsége? Fájnak a csontjaim! Attól félek, hogy elesek és csonttövésed lesz. Hát jobban emelje fel a lábát járás közben, ne csoszogjon! Emel, néni! De nem, Mihó! Mert éjjel hidegek a lábaim, nem tudom fölmelegíteni. Hát én nekem is volt ilyen problémám, de kitaláltam, hogy éjszaka oda bújok a férjemhöz, és az ő jó meleg lábában az enyémet is gyorsan fölmelegszenek. Hát ez igazán jó ötlet. Akkor ma éjjel elmehetek magukhoz. Ki kell találni, tudja mi? Vegyen forró téglafúrát. A következő jelenetben Panika néni párja Terhesné Julika a Cipőboltban című jelenetet adják elő. Jó napot kívánok! Jó napot, asszonyom, miben segíthetek? Cipőpasztályunk van. Hogy ne kérek? Milyen cipőre? Nem felesre. Nem a méretére gondoltam, hanem a színére. Tehát milyen cipőre? Női cipőre, kérem szépen. Nekem aztán mindegy, hogy női vagy férfi cipő. De milyen cipőre? Magasabb. Nagyon szeretem. Csak ki kéne boxolni. Aha, asszonyom, hát valahogy választ kéne adni nekem. Milyen színű cipőre kérik azt a pasztát? Sárga színűre. Hát, sajnálom, asszonyom, de sárga cipőpasztán nincsen. Ó, de nagykár. De nem volt legalább jó, ne beszélek. Hát tényleg jó. Most hallgassuk meg Lackó Józsefné Manyika és Kisjuhász Attilány Erzsike előadásában a Tracs Menyecskék című jelenetet. Adjon Isten Mariskám! Adjon Isten Juliskám! Ah, maga hogy néz? Olyan, mint a fáról leesett szilva. Majd ne is mondja. Hát úgy jártam. Hát Isten magában meg mi történt? Jaj, ne is mondja. Tegnap át akartam menni az úttesten a tejcsarnok előtt. Hát puf! Nem elütött egy autó. De még szerencsét ott volt a körzeti orvos, és rögtön megkezelt. Hát aztán az már hogy került oda? Hát ő ütött el. Hát jó, ne búcsoljon, Mariskám! Hát én hoztam magának egy kis jó disznótoros kóstot. Á, minek fáradt, hiszen hóra pink is várunk. Láttam disznót? Láttam én már! Hát éppen azért hozom. Nem sajnálom. Hát, nem sajnálom, nem sajnálom. Milyen a magukéhoz kép, a magánya milyenhez képes akkor, mint egy tengeri malac? Micsoda! Hiszen 8 bödön zsírja lett az enyémnek. Hát a milyennek meg tavaly annyi lett, hogy elveszett a zsír között a disznó. Az ideje az olyan dírhes, hogy hallod, hogy azt mondják, hogy az állatorvos maga a disznó
konyhájának véletlenül nyúltákot írt ki az éjjel. Igaz ez, vagy nem igaz? Hát igaz, de azért meg így vassza a bőrét. Hát vigyázzon arra a bőrére, nehogy olyan legyen, mint a miénk a tavalyi. Na, fogja csak már meg ezt a kis kóstolót. Hát tudja, milyen volt az én tavalyi bőrére? Így állt neki a szeme, keresztbe. Azt mondtam is neki, hogy maga mindig oda szúr, ahova néz. Hát oda. Ha mondom, akkor várjunk már egy kicsit, cseréljünk a disznóra. Hát az a bőrére, hogy hozzánk jön, az nem szúrja a disznót, hanem lövi. Kiváló lövész. Hát még ilyet. Hát igen, minden lövés a kör közepébe talál. Hát hogy csinálja ezt? Hát úgy, hogy először lő, aztán rajzolja a köröket. Azt mondta, Juliskám, hogy az én megboldogult első fényem is bőrnél volt. Hát azt úgy járt egyszerűen egy hajnali disznóvágáskor, hogy úgy berúgott, hogy négy kézzel pászott ki az orvú, és összetévesztették az ártányjal. És mi lett vele? Hát kórházba került, hát hova lett, mi lett vele? Hát a füstölőbe. Ott józanodott ki. Hát ezért mondom én magának, hogy nagyon félek a hónapi vágástól, amelyek állandóan hitatja a bőrét. Hát az enyém megfogadta tavaly, hogy nem iszik nagy fröccsöt. Hát mit iszik? Kis fröccsöt iszik. Kis fröccsöt, de akkor többet. A következő jelenetet előadják kis Jánz Lászlóné Rozsika néni és Újfalusi Istvánné Margitka. A jelenet címe Juliska Mariska. Nagyisten Juliskám! Oldának is Mariskának! Nincs se terket itt a kurtán! Azt a szám, az leveleket! Van ebben ajánlott levél is, mert ugye a kutyám lerándotta már megint a postás. Mikor történt ez? Hát egy hátra. És a postásnak nem lett semmi baja? Tudja, a fenár fent tért négyétől. Jaj, képzelj el, nekem meg fáj a fogam. Tettem is rá egy kis pálinkát. Mikor meg kell az orvos? Hogyha elfogja pálinkát. Én uramnak is most igazították meg a fogait. Nem szóra az esztékában. Há? Eléka. Születi bárban. Ebben a korban már mindig előjön valami. Ne is mondj, tegnap én is úgy megszérültem. Te mutassa csak a kezét. Olyan lassan megy a pulzusa. Nem baj, úgyse sietek sehova. Igen, már egy kicsit. Azért csak el kellene menni az orvoshoz. Én is a múltkor, mikor elmentem a somorjai doktorhoz, úgy megtapogatta a faromat. Azt kérdezte, mire emlékeztet engem ez a nyomás? Na és mire emlékeztette? Az árammal, mert megint följön megy az áram. Hát áram minden kapcsoló föl van kapcsolva, mégse fizetett többet. Hát hogy csinálom? Úgyhogy mielőtt fölkapcsolom, minden körkét kicsavarom. Ó, az mit szól erős, hogy a forintot már megint leértékelik? És hogy mit jelent? Hát, hogy megint buhább lesz a forint. Akkor az én uramat 100%-osan le fogják
Ama maga vagy a baliskát. De az nem, hogy a falunkban romlott a közbiztonság? Bizony az én vejem is a múltkoriban egy szár alsó nadrágba jött haza. De betőztetik? Nem, nem. Telitankolt a benzinkútnál. Maga, hogy van vele? Én ettől az őszies téli időtől olyan életünk vagyok. Akkor jöjjön így a barombó. Annyira azért nem vagyok életem. Mégis mit ő lett életünk? Még kérdezi? Beteg lett a malacon. Két tyúkom elveszett. Egy hete már nem láttam az uramat, eltűnt. Kell lennél rosszabb? Még lehet rosszabb. Nincs olyan. Nincs olyan az ura! Menyemékkel kirándulni. Meghallgattunk egy orgona versenyt. Az mibe került egy jegy? Én csak félárú jegyet vettem. Mert? Mert az egyik fülemre nagyot hallottam. Én gyerekeim meg Görögországban voltak. Megnéztek valami akropolisztet. Na, és mit mesélnek róla? Hogy ott se jó a közmunkásokról a vélemény. És ezt miből gondolják? Hát mert 3 éve is ott voltak, az akkor is pont ilyen romos volt. Juliskám, a maga fején nem indul a polgármester választása? Sajnos nem. Folt esett a becsületén. Benne volt a SZESZ mafiában. Érkezett a SZESZ-el? Nem. Rosszabb. Hamisított? Nem, még annál is rosszabb. Megitta! De azt még mind ki lehet bírni, Mariskám. De sajnos az én uram az már kibírhatatlan. De miért? Annyira goromba, hogy már 2 kilót fogtam. Hát miért nem hagyja már ott Juliskát? Mert még szeretnék 2 kilót fogni! Most fogadják nagy szeretettel Pető László és felesége Marika előadásában Rákóczi megkérése című dalt. Hazámba vágyom, Dunati szapolyán.
Ezzel a dallal a műsornak vége, de a vidámságnak ez csak egy része. A többi humorhoz a közönség segítsége kéne. Harsogjon együtt a nóta, hisz így kerek a móka. Helyünkre táncos lábunk kísér, remélem a vidámság mindenki szívéhez elér. És ha segítenek nekünk ebben az énekben, hogy alajosi lányok tikot ültettek. Egy tik alá 36 tojást tettek, szerintem ezt mindenki ismeri.